akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Ez továbbra is a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk ismét. 9 óra 18 perckor folytatjuk a műsort Várkonyi Gáborra. És Ács Gáborra, 06 30 20 10 909 SMS, WhatsApp és Viber számunk. És egy gyors közlekedés. Jöhet. Baleset M0 Megyeri híd felé torlódással. Tehát akkor ott az északi irányban. Uh-huh. Oké. Okay. Mehetünk tovább? Mehetünk. Menjünk. Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1. A műsorszám támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs NRT. És a vonalban itt van velünk Rakonca Zsolt, a Dell Technologies Magyarország vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Annak apropóján beszélgetünk, hogy Budapestre érkezik november 24-én a Dell Technologies Forum eseménye. De mielőtt erre rátérnénk, tehát hogy ez hogyan és mi lesz ott, meg kik lesznek, egy kicsit így a válságos időszak felé haladva, mit lát most a Dell? Tehát érzékelhető-e már valamiféle változása az ügyfél igényekben? Módosultak-e az elvárások? Hogyan alakul a kereslet? Mit érzékelnek most? Aha. Igen, gyakorlatilag az elmúlt lassan 3 év ugye gyökeresen megváltoztatta a világunkat, a munkában, magánéletünkben is új körülményekhez kellett alkalmazkodni. Ráadásul tényleg egyik napról a másikra, és ugye a technológia volt képes, ami segítséget nyújtani ezekben a folyamatokban, de rengeteg kihívást is támasztott. Ugye alapvetően a mi feladatunk is változott ezen időszakban, de elsősorban az maradt a korábbi időkhez hasonlóan, hogy segítséget nyújtsunk tényleg a felhasználók és a vállalatoknak ezekben a kihívásokban. Ugyanúgy, mint ahogy a vállalatoknak, és az állami szereplőknek, úgy nekünk is újra kellett gondolnunk azokat a szolgáltatásokat, át kellett helyeznünk a hangsúlyokat a portfóliónkban olyan termékekre, amivel tényleg tudtuk segíteni a gazdasági szereplőket. Ugye maga a digitalizáció egy olyan folyamat, amit sok cég elkezdett, de azért az elmúlt időszakban ugye ez nagyon-nagyon felgyorsult, és pillanatok alatt kellett gyakorlatilag infrastruktúrát átalakítani, home office-ba helyezni a munkavállalókat, és ugye ehhez kellett gyakorlatilag segítséget nyújtani. Ma is ugyanezzel találkozunk, ugye sok cég meglépte ezeket a változásokat az elmúlt 3 évben, de azt látjuk, hogy még mindig vannak, akik próbálták megtartani a régi gyakorlatokat. Most gyakorlatilag az a elmúlt 3 év tapasztalata alapján tényleg nagyon-nagyon nagy segítséget tudunk mi is és partnereink is nyújtani a vállalatoknál. Amit látunk, hogy sokan gondolkodnak ugye felhőben, de egyre többen gondolkodnak hibrid infrastruktúrában, tehát nem csak felhő, hanem igenis fizikai on-premise infrastruktúra keveréke talán a legcélrevezetőbb megoldás jelen pillanatban, és mi gyakorlatilag ezt segítjük a cégek számára. Uh-huh, oké, okay. Akkor kanyarodjunk rá a Dell Technologies fórumra. Azt, hogy ez egy budapesti állomás, az azt jelenti, hogy egy turnénak a része, illetve hogy ez egy konferencia, vagy egy kiállítás, vagy mindkettő? Igen, ez egy nemzetközi
rendezvénysorozat, ez a Dell Technologies Forum, ez a világ nagyon sok országában megrendezésre kerül, és ennek lesz most november 24-én az Gutom Arénában a budapesti állomása. A célja ennek a rendezvénynek gyakorlatilag, hogy megismerhessék a Dell Technologies Forumra kilátogatók, a vállalatunk és partnereink teljes körű informatikai megoldásait, a legújabb modellekről, innovatív megoldásainkról információt kaphatsanak. De a fő fókusz mégis, hogyha ki kell emelni témaköröket, az egyrészt a vállalati infrastruktúráknak a védelme a kibertámadásoktól. Ugyanígy nagyon-nagyon fontos téma lesz, ami mostanában fókuszban van mindenhol, az energia. Meg fogjuk azt nézni, hogy egy vállalat hogyan tudja úgy optimalizálni a működését, hogy egy nagy és fejlett infrastruktúra mellett is az energián spórolni tudjon, és gyakorlatilag fogunk beszélni az új hűtési megoldásokról, olyan berendezésekről, amik egyébként nem is igényelnek akár hűtést, tehát magasabb hőmérsékleten is tudnak működni, és ezért nagyon jelentős energia megtakarításra tehetnek szert a cégek, de szóba kerül az edge computing, az IoT technológia, és hát természetesen az adatok, hiszen az adatok korában érünk, ahol az adatok felhalmozása, tárolása talán a legnagyobb kihívás manapság, és fogunk a szakértőinken a rendezvényen arról beszélni, hogy tényleg hogyan lehet a leghatékonyabban feldolgozni ezeket az adatokat, és bemutatjuk a már említett multi-cloud és hibrid cloud megoldásokban rejlő lehetőségeket. Alapvetően a célja ennek a rendezvénynek, hogy bemutassuk a jövőt alakító technológiákat és trendeket, és ennek kapcsán ugye a hibrid munkavégzés is fókuszba kerül. Uh-huh. Tehát ezt akkor egy interaktív rendezvénynek kell elképzelni? Tehát vannak standok, meg vannak előadások külön-külön? Vagy vannak így szakértők? Van. Uh-huh. Tehát lesz egy kiállítóterünk, de emellett előadásaink lesznek, és gyakorlatilag a látogatók az előadásokon és a programokon keresztül ismerhetik meg az aktuális informatikai kihívásokat, és gyakorlatilag a plenáris előadásokon és interaktív szekcióüléseken a szakértőinkkel fogunk beszélgetni ezekről a témákról, és gyakorlatilag aki részletesebb információt szeretne kapni egy adott témakörben, ott személyes konzultációt és tanácsadást is tudunk biztosítani. Uh-huh. Azt tök világos és értem, hogy az informatikai szakemberek a fő célközönség, illetve cégvezetők, meg a technológia iránt érdeklődők is. Azt olvastam, hogy a gamerek ki lettek emelve, a játékrajongók. Ők miért? Ők mire számíthatnak? A Dell kínálatában szerepel egy kifejezetten a gamerekre fókuszált termékcsalád, ez az Alienware márkanéven ismerhetik az emberek. Itt gyakorlatilag a gamer világban is szeretnénk bemutatni a legfrissebb újdonságokat, a legizgalmasabb jövőbe mutató trendeket, úgyhogy gyakorlatilag nem csak a cégvezetők, hanem tényleg a gaming iránt rajongó és érdeklődő résztvevőket is várjuk a rendezvényen, látványos bemutatókkal, játékokkal és nyereményekkel készülünk. És kik lesznek pontosan az előadók? Uh-huh. Alapvetően a rendezvény programját a www.dell.hu/forum oldalon tudják megnézni az érdeklődők. Ez egy teljesen ingyenes rendezvény, viszont regisztrációhoz kötött. A rendezvényen előadóként a Dell részéről a régiós Vice President Sophie Ronyec fog egy keynote-ot előadni, és természetesen egyes területeknek a szakértő kollégái ugyanúgy vinni fognak bizonyos témaköröket, de talán ami érdekes lehet, és sokak számára meglepő is, hogy Pál Feri atya is egyébként elő fog adni a rendezvényen. Na, ő is gamer? Igen, jogos felvetés, hogy mi a kapcsolat közben és a technológia között, de sokkal szorosabb egyébként, mint elsőre gondolnánk. Hogyha visszatekintünk az elmúlt lassan 3 évre, azt látjuk, hogy tényleg nagyon kiemelt szerepe lett a technológiának az életünkben. Viszont azt is látni kell, hogy pont a COVID miatt kialakult
hibrid munkavégzéses környezetben, vagy hibrid és online oktatásokban. Nagyon sok kihívással is találkoztunk az ember oldaláról. Tehát ebben az egész változásban a technológián kívül a másik nagyon-nagyon fontos tényező az az ember. És a fórumon beszélgetni fogunk arról, hogy látjuk, hogy hogyan tudnak az emberek a legjobban alkalmazkodni ehhez a változáshoz, és Pál Feri atya segítségével mentálhigiénés szempontból is megvizsgáljuk azt, hogy az emberek hogyan működnek ebben a környezetben, és mit kell annak érdekében tenni önmagunkban, hogy a leginkább eredményesek és elégedettek lehessünk ebben a rengeteg változást tartalmazó világban. Uh-huh. Oké, hát ez nagyon jól hangzik, olyannyira, hogy mi magunk is ott leszünk, úgyhogy tudósítunk az eseményről, ezt mondhatjuk a kedves hallgatóknak, úgyhogy még majd élőben jelentkezünk itt a Millás reggeliben. Viszont aki kimenne, nézelődne, hallgatná az előadásokat, ők hogy tehetik meg, ingyenes a rendezvény, ezt tudjuk, de kell regisztrálni, vagy hogy milyen módon lehet részt venni? Így van, egy regisztrációhoz kötött a részvétel, de teljesen ingyenes, gyakorlatilag a rendezvény weboldalán, a www.del.hu/fórum oldalon tudnak az érdeklődők regisztrálni, és ott a részletes programokat is látják. Még annyit, hogy a közérdekű témák mellett egyébként olyan ügyféltapasztalatokról is lesznek prezentációink, ahol például a MOL fogja bemutatni, hogy ő hogyan változtatott ezen időszak alatt, és ezzel szeretnénk segíteni akár a kisebb vállalkozásokat is, hogy milyen irányba gondolkodjanak egy informatikai fejlesztés terén. Uh-huh. Oké, jól hangzik. Nagyon szépen köszönjük. És akkor találkozunk majd a Dell Technologies fórumon. Szép napot, viszont hallásra. Köszönöm, szeretettel várom Önöket. Viszont. Minden jó. Rakonca Zsolt volt a vendégünk, a Dell Technologies Magyarország vezérigazgatója. Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. A műsorszám támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs NRT. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.